Az 1944-es szovjet megszállást követően a kárpátai magyarság többször, több hullámban szenvedte el a sztálini kommunista rezsim megtorló tevékenységét. Minden egyes hullámnak és minden egyes ilyen tevékenységnek megvoltak a maga áldozatai. A legnagyobb lélekszámú, máig ható ilyen intézkedés köztudottan az 1944. novemberében elkezdődő Málenki robot néven elhíresült megtorló intézkedés volt, amelyet háromnapos munkaürügyén hirdetett meg a megszálló szovjet hatalom. Egészen pontosan a 4. Ukrán Front katonai tanácsa rendelte el a 0036. számú parancsa alapján, és 1944. novemberében el is kezdődött a kárpátaljai, magyar és német nemzetiségű 18 és 50 év közötti férfi lakosságnak az összegyűjtése, helyi gyűjtőtáborokba történő lokalizálása, majd pedig ezután 1944. november 18-án elindították a férfiak első gyalogos menetoszlopait a kárpátaljai legnagyobb gyűjtőtábor irányába, Szolyvai gyűjtőtábor felé. Tulajdonképpen ezzel kezdetét is vette a kárpátaljai magyarságot sújtó egyik legnagyobb megtorlási hullám, és különböző csoportok különböző ideig tartózkodtak Szolyván, a Szolyvai gyűjtőtáborban, egyesek néhány napot, mások néhány hetet, volt, akik több hónapot is ott voltak, akik túlélték a szolyvai megpróbáltatásokat, hiszen köztudott, hogy, és túlzás nélkül mondhatjuk azt, hogy Szolyván aratott a halál, az összes volt foglyok körében, nagyon hamar különböző járványos megbetegedések ütötték fel a fejüket, vérhas, flektifusz, sárgaság, de a hideg is szedte az áldozatait, a tüdőgyulladás, a különböző megfázásos betegségek. Akik mindezeket túlélték valahogy, illetve a szüntelen robotot, mert munkára ott is folyamatosan hajtották őket, azokat 1944-45 fordulóján telén tovább hajtották az uzsoki hágón át Sztáré-Szambori gyűjtő és elosztó táborig, ahol bevagonírozták őket marhaszállító vagonokba, és megkezdődött a kiszállításuk a Szovjetunió céllágereibe, ahol folytatódott gyakorlatilag számukra a láger élet. Az, hogy hányan estek áldozatul tulajdonképpen ennek a tragédiának, jelenállás szerint levéltári források alapján azt mondhatjuk, hogy vagy megbecsülhetjük az elhurcoltaknak a számát, körülbelül 30 ezerre tehető, amit biztosan ki tudunk mutatni tulajdonképpen, és azt is mondhatjuk, hogy minimum az egyharmaduk nem tért soha vissza, nem adatott meg a visszatérés lehetőség a szülőföldjére, mert nem élte túl a lágerbéli körülményeket, az embertelen bánásmódot. Egy hónap múlva, 1944. decemberében egy újabb deportálási hullám történt a régióban, ugyanis napvilágot látott a Szovjetunió Államvédelmi Bizottságának a 71-61. számú rendelete, amelynek alapján összeszedik a régióban élő német nemzetiségű lakosságot. Itt már vitték a 17 és 45 év közötti maradt német nemzetiségű férfiakat és a 18 és 30 év közötti német nemzetiségű lányokat, asszonyokat is. És bár a hivatalos parancs a német nemzetiségre vonatkozott, ebbe a hullámba is kerültek magyarok. A kommunizmus áldozatainak a felsorolásánál nem hagyhatjuk ki tulajdonképpen azokat az áldozatokat, amelyek az egytömbben történő deportálási hullámok után váltak a rendszernek az áldozatává. Ugye, akik egyen-egyenként, politikai fogolyként kerültek a Szovjetunió gulág lágereibe már, hiszen tudjuk azt, hogy ők a rendszer ellenségeinek lettek kikiáltva igazából, és koholt vádak alapján, koncepciós perek útján ítélték el őket 10-20-25 évnyi kényszermunkára a gulág valamelyik lágerében. Ennek az újabb megtorló intézkedésnek az áldozatául vált a kárpátaljai értelmiség tulajdonképpen a történelmi egyházaknak a képviselői, a református, római katolikus és görög katolikus lelkészek és papok,
akik ugye a rendszer ellenségeinek lettek kikiáltva, és kitalált vádak alapján, előre megírt forgatókönyvek alapján ítélték el őket, és hurcolták el. Ezek az intézkedések, ezek az elhurcolási hullámok, ezek a letartóztatások, ezek mind-mind hozzájárultak a kárpátaljai magyarságnak a megtizedeléséhez, a megfélemlítéséhez és a meggyengítéséhez, és tulajdonképpen máig ható következményei vannak.